A hegyek ölelésében egy kötépályás csúszása már ismert Zemplin kalandparkban. Zemplin fővárosa sátora jó hely, rengeteg olyan helyszínen rendelkezik, ami egy-egy kirándulásra hívja fel a figyelmet, viszont az elmúlt hétvége nem ezért volt különleges a kávária tetején. Nem csak a hegyek, hanem a város több helye is kiváló lehetőséget ad arra, hogy a házasodni vágyók egy olyan helyszínen mondják ki a boldogító igent, ami nem a megszokott. Számos olyan eset volt már, ami bizonyára élinkenél az itt élők emlékezetében is, nem csak a pároknak az emlékében. Ilyen volt például a sétáló utcának a Kossuth előtt. Volt egy a Városháza udvarán, ami tényleg csodálatos volt, és helyszín volt a Magyar Nyelv Múzeumának a főbejárata előtti tér, illetve két héttel ezelőtt volt egy nagyon kedves jegyes pár, akiket volt szerencsém esketni az emlékcsarnok mellett, szintén szép halmon. A következő ilyen helyszín itt sátorolja új hely, a Szent István kápolna mögötti kilátó terasz. A helyszín nem csak a hegyek miatt volt extrém, hanem azért, mert a mennyasszony a kötélpályán érkezett meg a vőlegényhez. Úgy kezdődött, hogy igazán két tanúval, de aztán valamit beleszerettünk volna vinni, és egyébként a Agyakönyvvezetőnknek köszönhetjük, hogy ő mondta, hogy esetleg egy külső helyszínhez mit szólnánk, és így történt, és a Végül is erre esett a választás. Szerintem a legjobb volt. Az esküvőt pár nap alatt sikerült megszervezni. Úgy indult ez az esküvői projekt, hogy bementünk Stumpfné Marikához a hivatalba, és beszélgettünk, hogy hogy fog megvalósulni maga a házasságkötés. És a beszélgetés közben felmerült, hogy nem gondolkoztunk-e külső helyszínben. És hát megmondom őszintén, szerettünk volna, ha már külső helyszín valami olyat, ami még előttünk nem volt. És így jött ötletként, hogy kijöjjünk erre a gyönyörű kilátópontra, és megmutassuk a családunknak, hogy új hely milyen gyönyörű, egy kicsit távolról, egy kicsit hátralépve, egy kicsit a zöld felől megnézve. A különleges helyszínen a hagyományokat is tartották, hiszen a pár köszöntése és a csokordobás sem maradt el ezen a napon.